Valószínűleg Kobe ellen játszok, igen. Már párszor összefutottunk solo queue-ban vele. Na most érkezik ez a Kleptoken top. Ez kellemetlen, én nem szeretek ellene játszani, elég erős szerintem. Swain az elképzeléseim szerint nem rossz Kennen ellen. Le lehet trédelni elég könnyedén early game-ben. Úgyhogy behozzuk. Ó, tényleg Kobe ellen vagyok. Kobe ellen leszünk toppon. Ez azt jelenti, hogy mivel autofield, ezért a lane management nem lesz a legjobb, úgyhogy könnyű lesz legenkelni. Oh. Én vagyok a szerencsésebb eddig. Majd jött is az aranyság. Ez a Nunu ez nagyon megugrott innentől. Egyébként a Nunu az egyik legOP fős top kempelésére. Tehát én nem tudom, hogy milyen counterplay van ez ellen. Nunu OP. De egyébként mondtam, hogy a Kennen az több aranyat kap, mint bármilyen másik, és nézzük már meg megint. 350 aranyat kapott már. Én pedig 240-et is több stack-em volt, mint neki. Vicc ez a Kennen. Valamiért a Kennen több aranyat kap, mint más hősök. Ezt most én komolyan mondom most már, mert minden egyes meccsen ezt látom, hogy a Kennen az ilyen 600-700 aranyakat kap, amikor az items lootid az a 10-10-10-nél jár. Miközben más hősöknél ez 400. Ezt én nem nagyon tudom mire vélni. Megint van ultia? Na ez most már... Ez most már kezdem furcsának találni. Hogy van ennyiszer ultia Kennennek? Még olyan, mint a kb. Most használta volna nemrég. Na, így alakul egyébként a gank, hogyha van ulti. Hú, ez a Nunu lesz, mit kriden. Egy Nunu OP. Nunu OP! Ez egy elég közeli. 1v1 volt a Kassadinnal. 270 aranyam van nekem a Kleptomból, Kennennek 500. És ugyanannyi stackünk van. Ezért nem szeretem az ilyen szerencsére alapuló rúnákat. Most ezzel mit lehet csinálni kompetitív szinten, hogy az egyik hős kétszer annyi aranyat kap, ugyanannyi stackből, mint a másik. Most ez megtörténik egy kompetitív meccsen, és ezért 300 arany előnye van az ellenfélnek, mert ez így történik akkor. Ez elég kellemetlen szerintem. Ne rendeljük be. Na, kicsit szórakozgattunk itt a végén. Úgyhogy ha carry hős van toppon, akkor carry hőssel kell játszani toppon is. Említettem a múltkor, hogy nagyban befolyásolt csapatválasztást, illetve hogy a Splice engedi, carry hőst játszok. Nem, ez... ez nem ezen múlik.
Nyilván a meta határozza meg, hogy milyen hőst játszasz, de hogyha egyik csapat úgy érkezik hozzá, hogy azt mondja, hogy gyere hozzánk tankokat játszani, akkor az nálam az egy nem. Mert ez nem így működik. Nem így működik, hogy majd tankolunk folyamatosan. Na hát köszönöm szépen a mana flow-ot, a klepto stack-et, illetve a passzív stack-et. Egy az egyér. Zonyára kell rámenni másodiknak. Kicsit tankosítsuk, igazából hogyha Swain-t játssz, akkor mindig is az a feladatod, hogy időt nyerjél a csapatodnak teamfightokban. Csak 400 aranyom, ha Kennen lennék, akkor már lenne 700 aranyom. Biztos vagyok benne. Ezt nem szerettem egyébként a team kompunkban, hogy dupla, tripla AP-nk van. És megnézzük a Sionnak az itemjeit, hát ez megölhetetlen. Vagy az ellenfél team kompja annyival jobb a miénknél. Neko ez nem nagyon jött be, így tűnik. Hát ez a Neko bot, ez nem jött be, de ezen kívül az, hogy a Syndra elvesztette a midet Cassio ellen, az még rosszabb. Tehát ez egy olyan matchup, amiben elvileg a Syndrának nagyon könnyen nyernie kell.